Karanténba helyeztek egy egész osztályt a Pécsi mezőszél iskolába, mert több tanár koronavírusos lett. Közben az egyik kisdiák is COVID tüneteket produkált, őt az édesanyja teszteltette saját költségén. A megígért mentő még nem érkezett meg. Földugta az orromba egy ilyen csövet, és akkor ezt kimutatta az a teszt, hogy koronavírusos. Azt meséli az a 9 éves fiú, hogy miként vettek mintát az orrából. Kedden este jelentkeztek nála a tünetek, ezért édesanyja a saját költségén teszteltette, ami végül pozitív lett. A fiút és osztálytársait ebből az iskolából küldték haza még pénteken, mivel osztályfőnöke és napközis tanára is koronavírusos lett. Másnap otthon felment lázam, és hányingerem volt, meg folyt az orrom. És akkor anyukám felhívta házi orvosomat, hogy lázas vagyok, meg folyik az orrom, és akkor a házi orvos mondta, hogy valamikor jönnek majd a mentők. A mentők azonban a mai napig nem jöttek, mivel nagyon leterheltek. Egy neve elhallgatását kérő mentős szerint vannak címek, ahova csak egy hét után érnek oda. A belgyógyász szakember szerint nem ritka, hogy gyerekeknél is jelentkezik a koronavírus valamelyik tünete. A gyermekeknél az volt a tapasztalatom, ha bár nem vagyok gyermekorvos, de az volt a tapasztalatom, hogy kicsit könnyedében halad át rajtuk a vírus, kevesebb a tünet, de itt is vannak szaglásvesztéssel járó, influenza-szerű tünetekkel járó megbetegedések. Az a tapasztalatom, hogy a fiatalabb életkorban gyengébb tünetek dominálnak, a felnőtteknél vannak inkább markánsabb tünetek ennél a megbetegedésnél. A fiút édesanyja elkülönítette, testvéreit nem engedte iskolába, mert félti őket. A szülő azonban nem igazolhatja a többi gyerek távolmaradását, ha azok nem kerültek karanténba. Nekik elvileg iskolába kellene menniük. Nagyon sokan szólnak szülők, hogy féltik már a családot, féltik a hozzátartozót, aki esetleg beteg vagy időskorú, féltik az anyát, akinek mondjuk újszülött gyereke van otthon, hogy a másik gyerek hazavisz Covidot. És ezzel kapcsolatban írtuk le azt a jogi lehetőséget, ami nem csak lehetőség, hanem kötelező az intézményvezető számára, hogyha alapos indoka van a szülőnek, akkor igazolja a mulasztást. Ebben nincs is az igazgatónak mérlegelési joga. Az iskola igazgatója nem kívánt nyilatkozni, annyit viszont elmondott, neki nincs jogköre bezáratni az iskolát, sőt, karantén sem rendelhet el. Ugyanakkor jelentés kötelezettsége van. Híradónk információi szerint az iskolában jelenleg 11 karanténba helyezett tanár hiányzik.